Tisztelettel köszöntöm Nagy Udvarváros önkormányzat képviselőtestületét a mai ülésünkön. Megállapítom a határozatképességet, 9 fővel vagyunk jelen. Jegyzőkönyv hitelesítésre szeretném felkérni Pető József képviselő urat, illetve Bogdán Balázs képviselő urakat. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezni, szíveskedjen. Köszönöm szépen. Napirendi pontok következnek. A mai ülésünkön 9 napirendi pontot tárgyal a testület, 8 napirendi pontot nyílt ülésen, és a 9-et pedig zárt ülés keretében. Napirendi pontok sorjában első Nádudvarváros önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2-ben 2021-es önkormányzati rendelet módosítása. Második napirendi pont Nádudvarváros önkormányzat képviselőtestülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12-ben 2013-as önkormányzati rendelet módosítása. Harmadik Nádudvarváros önkormányzat képviselőtestületének a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelete elfogadása. Negyedik önkormányzati folyószámla hitelkeret szerződés megkötése 2022. évre. Ötödik előterjesztés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évre szóló folyószámla hitel szerződés megkötéséhez és a hozzá szükséges önkormányzati kezességvállalásról. Hatodik tájékoztató a Nádudvarváros önkormányzat által megvalósítás alatt álló hazai és uniós finanszírozású projektek előrehaladásáról. Hetedik önkormányzati hozzájárulás praxis jogadás vételéhez. Nyolcadik döntés a START 2022. évi közfoglalkoztatási programokról, és a 9. zárt ülés keretében a 2022. évre kiírt Bursza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálása. Van-e a napi rendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel, módosító javaslat? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a napi rendi pontok elfogadását. Kérem, aki a napi rendi pontokkal egyetért, jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangul a 9 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat, és rá is térünk az első napirendi pontra. Nádudvarváros önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletnek a módosítására. A rendelettervezethez kapcsolódó ismertetésre felkérem Jakab Nébeke Gyöngyi a vezetőt. Köszönöm szépen. Átadom a mikrofont. Igen, tehát jelen a testületi ülés keretében harmadik alkalommal módosítja a képviselőtestület a 21 évi költségvetést. Ebben a módosításban legfőképpen a központi forrásokból kapott támogatások, pénzeszközök kerülnek rögzítésre, illetve a helyi döntéseknek a pénzügyi hatása kerül be a költségvetésbe. Előjáróban a központi támogatásokról annyit, hogy ismerős, hogy a szociális ágazatban egy összevont szociális ágazati pótlékot kapnak az alkalmazottak. Most jelen pillanatban a 9. és 10. havi támogatás kerül be a költségvetésbe. Itt bölcsődei dolgozókat illeti meg, és a Szociális Szolgáltató Központ dolgozói. Másik központi támogatás a közfoglalkoztatás támogatása. Itt elsősorban a bértámogatások, ezt egyébként 100%-ban megtéríti az állam a közfoglalkoztatások bérési járulékait, és a dologi kiadásokat pedig nagy részt, hát olyan kb. 80-85%-ban, de ez attól függ, hogy milyen jellegű kiadásról van szó. Erre vonatkozóan közel 15 millió forint kerül most erre a két hónapra előirányzatosításra.
A harmadik központi támogatás a normatív támogatások, amelyek az alapfeladatok ellátására adja az állam, és évente kétszer lehet adatmódosítást eszközölni, tehát ha a feladatellátás volumene változik, akkor azt be lehet jelenteni a kincstáron keresztül a minisztériumba, és október hónapban történt ez az adatszolgáltatás. Ennek a pénzügyi kihatása 1.535.625 forint, ez plusz támogatás, elsősorban az óvoda dolgozók béltámogatását jelenti. A helyi döntések, amelyek még egy pillanat, még nem központi támogatás, de minisztériumi támogatásként a Művelődési Központnak volt két sikeres pályázata az Emberi Erőforrások Minisztériumához, egy 5 millió forintos támogatási szerződés és egy 15 millió forintos támogatási szerződés került aláírásra, amelynek a megvalósítása 2022. június 30-a, tehát jövő év június 30-a. Az 5 millió forintos támogatás az Itthon vagyunk elégére egy programsorozatnak a költségeihez járul hozzá, tehát zömmel rendezvény költsége. A 15 millió forintos támogatás pedig egy infrastruktúrális fejlesztés, egy mobil színpad kerül beszerzésre, illetve annak a tároló helyének a megépítése. Helyi döntés volt az elmúlt időszakban a temetői út építésének, amelyet egy LIDER pályázatból valósít meg az önkormányzat. Ennek az önerejét egészítette ki az önkormányzat egy testületi határozattal. Ennek összege 4.036.000 forint, ez is bekerült most a költségvetésbe. Néhány civil szervezeti támogatás építettünk be a javaslatba, amelyet szeretnénk, ha a képviselőtestület támogatna. A Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy idén kezdték meg a 30. tanévüket, és ebből az alkalomból többek között egy könyvet szeretnének megjelentetni az elmúlt 30 év eseményeiről, és ehhez 300.000 forint támogatást építettünk be a költségvetésbe. Egyébként ez 100 darab könyvnek a nyomtatási költsége, amelyből az iskola 20-at felajánlott az önkormányzatnak. Másik civil támogatás a Segítsünk egymáson karácsonyi csomagosztáshoz való hozzájárulás, amelyre 600.000 forint támogatást építettünk be a javaslatba. Mindenki előtt ismeretes, ez a civil kezdeményezésre megvalósuló csomagosztás, amely az idén 750 családhoz juttat el kiadós és gazdag élelmiszercsomagot. Ehhez tehát 600.000 forint támogatást került beépítésre. A Nádudvari Róma Nemzetiségi Önkormányzat is kéréssel fordult a polgármesterhez és rajta keresztül a képviselőtestülethez. Ők is élelmiszercsomagot szeretnének osztani, és ennek is hagyománya van már két éve ők is ilyen élelmiszercsomagokat osztanak a rászoruló családoknak. Most ez a javaslat 150 család megsegítéséről szól, és 600.000 forint támogatás került beépítésre, amelyből 50.000 forint egy visszatérítendő támogatás, ugyanis a Roma önkormányzat ígéretet kapott a Hajdú-Bihar megyei nemzetiségi önkormányzattól, hogy
ők is fogják támogatni ezt az akciót. És egy dologról kell még említést tennem, a Ovisport közhasznú alapítvány keretében, illetve beruházásában megvalósuló kis műfüves labdapálya, amely tudjuk, hogy itt a Napfény óvodában már megépült, és ez most a Hadvirág óvodában fog megépülni. 22. június 30-áig lesz a megvalósítás, és ehhez a képviselőtestület egy korábbi döntésével hozzájárult, hogy 5.200.000 forint önerőt biztosít, amely egyébként már a pénzforgalomban elutalásra is került. Tehát ezek a módosítások kerültek beépítésre az önkormányzat 2021-es költségvetésébe, amellyel a tartalék alapunk 5.417.722 forintra csökkent. Bízunk benne, hogy az év hátralévő egy hónapjára ez megfelelő fedezetet nyújt az előre nem tervezett esetleges váratlan kiadásokhoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bizottsági véleményt kérnék szépen! Köszönöm a szót! Tegnap a folyamán bizottságon tárgyaltam a kis pontot. Még egyszer köszönöm a szót. Tehát a tegnapi nap folyamán tárgyalt a bizottságunk a napirendi pontot. A rendelet módosítását az előterjesztés már részletezett, illetve az irodavezető asszony által szép részleteiben elmondottaknak megfelelően a bizottság egybehangzóan elfogadta és elfogadásra javasolja tisztelt képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Képviselőkhöz fordulok. Kérdés, javaslat, hozzászólás kapcsán. Amennyiben nincs kérdés, javaslat, hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel a rendelettervezetet. Kérem, aki a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadtuk a költségvetés módosítását. Áttérünk a következő napirendi pontra, második napirendi pont. Nádudvarváros önkormányzat képviselőtestülete szervezet és működési szabályzatáról szóló 12/2013-as önkormányzati rendelet módosítása. A napirendi pont ismertetésére Sós Csaba aljegyzőt kérem fel. Köszönöm szépen! A tisztelt képviselőtestület elé terjesztett rendelet tervezet az elmúlt időszakban megkövetkezett változások szabályozáson történő átvezetésére tesz javaslatot. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a rendelet úgynevezett törzsszövegében, amely azokat a szabályozásokat tartalmazza, amelyeket nem mellékletben rögzített a képviselőtestület, kerülnek elsősorban módosításra olyan szabályozások, amelyek okafogyottá váltak. Itt utalnék arra, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet már nem tartalmaz utalást a rendelet ügyelékeire, illetőleg egyértelműen meghatározza a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatására a képviselők, illetőleg a polgármester vonatkozásában jogosult bizottságot, illetőleg pontosításra került az a meghatározás is, hogy az egyes bizottságok milyen előterjesztéseket, rendelettervezeteket kell, hogy megtárgyaljanak a képviselőtestületi ülés előkészítése során. A mellékletek módosítására is javaslatot tesz az anyag. Az átruházott hatáskörök jegyzéke módosulna, kikerülnének belőle olyan idei mód szabályozások, amelyek például mint amilyen például a hajdúbihari önkormányzatok ivóvíz szolgáltató cégre vonatkozó. Korábban, amíg a cég jegyzékben szerepelt, addig Nádudvarváros önkormányzatát a polgármester képviselte, de a cég végelszámolással megszűnt, így ez a képviseleti jogosultság oka fogyottá vált. Ugyancsak a szociális ellátásokra vonatkozó helyi jogszabály hatályba lépése miatt
az egyes ellátási formákról, támogatás mértékéről dönteni jogosult polgármester, illetőleg jegyző hatáskörébe utalt támogatási formák beépítésre kerültek a jegyzékbe, illetőleg a képviselőtestület bizottságainak fő feladatait meghatározó mellékletben kerültek sorra módosítások, ezek az időközben bekövetkezett fejlődésnek is az eredményeit, gondolok itt elsősorban arra, hogy meghatározásra került például a Kulturális Kapcsolatok Bizottsága kapcsán az, hogy az önkormányzat hivatalos Facebook oldalával, YouTube csatornájával, honlapjával kapcsolatban vannak jogosultságai és kötelezettségei. Köszönöm. Köszönöm szépen. A napirendi pontot az Ügyrendi Igazgatás és Jogi Bizottság tárgyalta. Felkérem Kornel Erzsikét a ismertetése. Halló. Köszönöm szépen. Mint ahogy az előterjesztésnek a készítője, a jegyző úr is elmondta, hogy miért vált szükségesség a önkormányzat szervezet és működési szabályzatáról szóló rendeletnek a módosítása és a kiegészítése. Ezt az előterjesztést a önkormányzat ügyrendi igazgatási és jogi bizottsága megtárgyalta, és egyhangulag elfogadta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Képviselőkhöz fordulok. Kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a rendelettervezetet. Kérem, aki a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, észfelemeléssel jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadtuk az SMS módosítását. Áttérünk a harmadik napirendi pontra, ami szintén egy rendeletről szól, egy új rendelet alkotásáról. Nádudvar Városi Önkormányzat képviselőtestületének a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelete elfogadása. A jegyző urat kérem fel ismét az ismertetésre. Köszönöm szépen. A rendelet tervezet, amelyet a tisztelt képviselőtestület elé terjesztettünk az időközben, ez alatt azt értem, hogy a 2018 óta eltelt jogértelmezési változások nyomonkövetését szolgálja a rendeletben. Az új értelmezési környezetben például a nyilvános könyvtári ellátás már nem a köznövelődési alapszolgáltatások része, ezért ennek kivételére tettünk javaslatot a rendelet szövegében. Meghatározásra kerültek változatlanul azok a kulturális és köznövelődési alapszolgáltatások, amelyeket az önkormányzat ellát vagy el kíván látni. Meghatározásra került az a költségvetési szerv, amely az önkormányzat fenntartásában alapvetően ellátja ezeket a feladatokat, ez az Havi-Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár. Meghatározásra került a feladatellátás módja és mértéke, a finanszírozás, annak a lehetséges forrásai, az állami támogatások, az önkormányzati támogatások, a saját bevétel. A korábbi szabályozással egyezően az önkormányzat lehetőséget biztosít arra is, hogy adott esetben a civil szervezetek végeznének el ilyen feladatokat, akkor lehetőség legyen az ő támogatásukra is. Ezt ezen rendelet szabályozása alapján úgynevezett pénzeszköz átadás útján, államháztartások kívüli pénzeszköz átadás útján lehetséges lebonyolítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A Kulturális Kommunikáció és Köznevelés és Civil Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Nálunk azt kérném a ismertetésre. Köszönöm. Köszönjük szépen! A Kulturális Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet új formáját egyhangulag megszavazta és elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestület felé. Köszönöm szépen! Képviselőkhöz forduló kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor a rendelettervezetet szavazásra teszem fel. Kérem, aki a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 9 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk a rendeletet. Áttérünk a 4. napirendi pontra. Önkormányzati folyószámla hitel keret szerződés megkötése a 2022. évre. Irodavezető asszonyt kérném fel a napirendi pont ismertetésére. Köszönöm. Évente visszatérő előterjesztés ez, hiszen hosszú évek óta a folyószámla hitel kerettel rendelkezik az önkormányzat. Két éve már 150 millió forint ez a keret, azt megelőzően 100 millió forintról került ez felemelésre, amely nyilván indokolja a költségvetés nagysága, indokolja a projekteinknek egy bizonyos előfinanszírozása, illetve a megvalósítás során bevont helyi forrásoknak a pénzügyi fedezetének a megteremtése, és ezen túlmenően mindenképpen az indokolja, hogy egy önkormányzatnak a folyamatos havi egyenlő összegekben megjelenő bevétele az igen csekély, hiszen a működési bevételek jelentik ezt az összeget, amely mindössze 150 millió forint éves szinten, hanem a többi bevétele az pedig ciklikusan jelentkezik. Nyilván ez a legnagyobb tétel a helyi adó, amely tudjuk, hogy évente két időpontban folyik be, március 15-én és szeptember 15-én. Nyilván a közbelső időben is finanszírozni kell a kiadásokat. Ezt a célt szolgálja a likviditási folyószámla hitelkeret, amelyet nyilván a számlavezető pénzintézetünknél, az OTP banknál kötjük meg. A kamatozása viszonylag kedvező, évente azonos nagyságrendű, valójában a mindenkori bubor határozza meg nagy részét a kamatnak, illetve van egyéb más kisebb tételek, a kezelési költségek, illetve a rendelkezésre tartási jutalékok. Ezek igazán méltányosan alacsony összegek. Ehhez a hitelfelvételhez, mivel éven belüli lejáratú, nem szükséges kormányzati hozzájárulás. Az a lényege, hogy december 31-én vissza kell fizetni, és az új hitel az év elején nyílik meg. Annyit szeretnék még elmondani róla, indoklásként, hogy tényleg bizonyítsuk a szükségességét, hogy ebben az évben, tehát a 21-es gazdasági évben az eddig eltelt 212 banki napból 75%-ában kellett ehhez a hitelkerethez nyúlnunk. Nyilván változó nagyságrenddel, de az a lényeg, hogy mindig van egy biztonsági keret, amely biztosítja a mindenkori kiadásokat, és nyilván szeretnénk, ha ez meghosszabbításra kerülne. Köszönöm. Köszönöm szépen. A napirendi pontot tárgyalta a Gazdaságstratégiai Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnökasszonyt kérném fel. Köszönöm ismét a szót. Tárgyaltuk szintén a tegnapi nap folyamán, ahogy irodavezető asszony is elmondta, hogy tegnap a bizottsági ülésen is részleteiben kaphattunk számadást, hogy valóban magas igénybevétel volt az év során, illetve mindig adódhatnak olyan gondok, amelyeket át kell hidalni. A pénzügyi bizottság egyértelműen elfogadta, hozzájárul és elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestületnek a folyószámla hitelt, hogy kössük meg az önkormányzat mindenképpen az említett összeggel és a meghatározott időtartamra. Köszönöm szépen, képviselőkhöz forduló kérdés, hozzászólás. Köszönöm szépen. Mint a irodavezető asszony megint okolta, hogy miért is van szükség erre a likvid hitelre, hát ez már 10 éve igénybe veszi folyamatosan, hanem több az önkormányzat. Azt szeretném elmondani, hogy az önkormányzatnak a költségvetése és a gazdálkodása stabil. Tehát
nem veszélyezteti az a helyzet, hogy itt folyamatosan igénybe kell venni a likviditást, hanem a biztonságos gazdálkodás, illetőleg a határidőben történő számláknak a határidőben történő kifizetése miatt van erre szükség, és hogy minden évben vissza tudta december 31-ig fizetni hiánytalanul az önkormányzat ezt a hitelt, és tehát nem egy új hitelről van szó, hanem egy folyamatos igénybevételről. És megkérdeztem a bizottság ülésen, hogy mekkora kamat terhet jelent ez, a 150 millió forint, illetve hát a 75%-át vett a banki napokon igénybe az önkormányzat. Tehát ez roppant kedvező, 1,5 millió forintot tesz ki a irodavezető asszony tájékoztatása alapján. Tehát az, hogy a fizetőképességet időben tudjuk teljesíteni, mert ugye az állami támogatások, illetve a önkormányzatnak a működési bevételei azok folyamatosan kiszámíthatók, mert havonta jönnek, de ahogy elmondta, azért vannak a beruházásokra, meg egyéb kiadásokra kell a költségek, amit ki kell fizetni a határidőre, és ugye az adóbevételek, ami egy tekintélyes összeg, és ez viszont csak egy évben kétszer jelentkezik, tehát a köztes időben úgy gondolom, hogy tovább kell nekünk ezt a hitel lehetőséget igénybe vennünk, és javaslom a testületnek az elfogadását. Köszönöm szépen! Képviselői vélemények, hozzászólások. Magam részéről én is csak megerősíteni tudom az előttem szólókat, ugye már évek óta, hosszú évek óta igénybe veszi ezt az önkormányzat, a korábbi időszakban 100 millió forint értékig. A tavaly évben került sor ennek az emelésére, hiszen a Covid járvány hozott egy olyan helyzetet, ami a gépjárműadó hirtelen elvonását jelentette, illetve a járvánnyal összefüggésben előálló hirtelen kiadások megnövekedtek, illetve az iparűzési adónak a feltöltésében, illetve ezekben a tényezőkben is változás történt. Nyilvánvaló, hogy csak olyan mértékig vesszük igénybe ezt, amennyit valójában indokoltnak látunk, tehát nem is teszünk arra javaslatot, hogy ez tovább növekedjen. Ez nagyjából az a mérték, amivel tudjuk működtetni a mindennapokat, és valóban azok a kiadások, amelyek például a fejlesztési projektek megvalósítása során a kifizetéseket generálja, az nincs összefügg, nem ér össze a legtöbb esetben a projekteknek a finanszírozásával, a kifizetési kérelmek elfogadásával és azoknak az összegeknek a leutalásával. Tehát ezeket a likviditási helyzeteket kezelnünk kell, eddig ezt ebben az évben is megnyugtatóan tudtuk végigvinni. Köszönöm szépen! Amennyiben nincs hozzá további kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel a kapcsolódó határozati javaslatot. Eltekintenék a felolvasásától, aki egyetért a folyamatos likviditás biztosításának érdekében a számlavezető OTP banktól folyószámlahitelt vegyen igénybe az önkormányzat, ennek maximális összege 150 millió forint, a futamidő pedig a jövő évi naptári évet jelenti. Kérem, aki ezzel a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az kész felemelése jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontot. Áttérünk az 5-ös napirendi pontra. Ez pedig a KFT hasonló 2022. évre szóló folyószámlahitel szerződéséről szól. Ehhez is Gyöngyikét kérném fel az ismertetésre. Köszönöm. Tehát a Nagyudvari Nonprofit Kft. Mint többségi önkormányzati befolyással bíró
cégünk, városgazdálkodási cég is rendelkezik ilyen likviditási hitellel, mint az önkormányzat, mindig is rendelkezett. Ennek kialakult összege az utóbbi években 35 millió forint. Ezt az összeget javasoljuk most is igénybe venni. Ugyanazok a kondíciók vonatkoznak rá, mint az önkormányzati folyószámlahitelre. Azzal a többlet fedezett igényel, hogy itt a bank egy 100%-os önkormányzati készfizető kezesség vállalás mellett nyújtja ezt a hitelt a KFT-nek. Az erre vonatkozó javaslatot is tartalmazza a határozat. Ez a hitel sem szorul kormányzati hozzájárulásra a stabilitási törvény alapján, korlátozás alá sem esik, az önkormányzat hitelképessége elbírja ezt a készfizető kezességvállalást. Nyilván a cégnek is a folyamatos likviditásához, a mindennapok finanszírozásához elengedhetetlenül fontos ez a hitelkeret, amely ugyanúgy, mint az előző, január 3-án fog megnyílni, tehát 2022. január 3-án és december 31-én kell teljes összegében visszafizetni ahhoz, hogy a megkötendő hitelszerződés szerint járjon el a cég. És erről az önkormányzatnak az államháztartási törvény alapján meg is kell győződnünk, hogy képes lesz visszafizetni a KFT ezt a hitelt. Minden évben megtörtént ez, és nyilván mindent el kell követni, hogy ez majd 22 év végén is így legyen. Úgyhogy erre vonatkozik a határozati javaslat. Egyébként a regionális OTP vezetés a héten eljött Nádudvarra, mindkét hitel kérelemről személyesen egyeztettünk, és nyilvánvalóan biztattak bennünket, meg kifejezték a önkormányzati gazdálkodás biztonságára vonatkozó véleményüket, amelyel azt fejezték még ki, hogy esetlegesen még további hitelképessége is van az önkormányzatnak, amely nyilván az előttünk álló néhány év fejlesztéseinél megfontolandó lesz majd. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bizottsági véleményt kérnek szépen! Köszönöm szót, ismét bizottságon tárgyaltam, egyértelműen elfogadtam, hogy a 35 millió forintos likviditási hitelkeret szerződés megkötésre kerüljön, illetve ahogy a mérőgyalázatú összegtől is hallhattuk, ezek a keretösszegek bármikor növelhetőek egyébként az év során, hogyha erre szükségünk van. Jelen pillanatban viszont megállapodtunk az önkormányzat esetében a 150 millió, illetve a KFT esetében a 35 millió forintról. Tehát elfogadta a határozati javaslatot a bizottság, és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Képviselőkhez fordulok. Kérdés, hozzászólás javaslat ügyében. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a kapcsolódó határozati javaslatot. Az előttem szólók által elhangzottak alapján, tehát a mértéke 35 millió forint, ugyanúgy a tárgyévre vonatkozik, és az önkormányzat, mint készfizető kezes, a KFT részére biztosítja a készfizető kezességet. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem kész felemeléssel jelezni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangul a 9 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontot. Áttérünk a 6-os napirendi pontra, tájékoztató Nádudvar város önkormányzat által megvalósítás alatt álló hazai és uniós finanszírozási projektek előrehaladásáról. Egy igen részletes tájékoztatót láthatunk magunk előtt. 16 projektről történik benne az előrehaladáshoz kapcsolódó fejleményeknek az ismertetése. Ez az előterjesztés most nem tartalmazza az elmúlt ülésen tárgyalt két művelődési ház által megvalósított, illetve még
pénzügyileg nem teljesen lezárt projekt részleteit, hiszen azt az elmúlt ülésen tárgyaltuk. Bizottsági ülésen hozott el kérdés, hogy van még olyan fejlesztésünk, méghozzá ez a B-típusú kondi parkhoz kapcsolódóan, amit tavalyi évben kaptunk értesítést, hogy ezt elnyertük, hogy erről nem tartalmaz információkat az előterjesztés. Az elmúlt időszakban, ebben az időszakban nem kaptunk semmiféle plusz információt, bízunk benne, hogy ez hamarosan megvalósul, és amint erről fejlemények lesznek, akkor a következő tájékoztató fogja tartalmazni. Én szeretnék most bizottsági véleményt kérni. A tegnapi napon a bizottság részleteiben átbeszélte a projekteknek az előre haladt állapotát, illetve szóba került a humán kapacitások fejlesztése kapcsán, hogy ez egy összetett projekt, ehhez mintegy 220 millió forintot nyertünk. Ehhez nádudva 175 millióval, illetve a többi település is kapcsolódik. Jelenleg ennek az összege még nincsen teljes mértékben felhasználva. Irodavezető asszonyra tegnap megkaptuk azt a részletes tájékoztatást is, hogy ennek mik az okai, hiszen azért tudjuk nagyon jól, hogy az elmúlt másfél évben a pandémia miatt rendezvények maradtak el, iskolák voltak bezárva, tehát a keret kimerítésének a lehetőségeinek igencsak megvoltak a korlátai. Van lehetőség az átcsoportosításra, ezt is hallgattuk, a célcsoportok bevonásával, részleteiben áttekintést és a megvalósítás alternatíváit valóban még indokolt lehet áttekinteni, hogy mi lehet még a megvalósítás. Reméljük, hogy kapunk még esetlegesen időt arra, hogy a projekt befejezésének várható ideje 2022. május helyett esetlegesen központilag ezt kitolhassák, és akkor ki tudjuk esetlegesen meríteni ezeket az összegeket. Ezek mellett, mindezek mellett is a bizottság a projektek előrehaladásáról szóló tájékoztatót elfogadta, és elfogadásra javasolja a tisztelt képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselői kérdések, hozzászólásokat várok. Köszönöm szépen, amennyiben nincs, hozzáteszem azt, hogy látható, hogy milyen nagy munkát jelent ez a projektek megvalósítása. Egyes projektek már ugye a 14-20-as időszak uniós források projektjei, van amelyiket már megvalósítottuk, de még pénzügyileg nem zártuk, van olyan, amelyet még a fizikai megvalósítása ezután fog következni, vannak olyan projektjeink, három olyan projektünk van, amit az úgynevezett visszahulló forrásokra pályázva sikeresen elnyerve most kezdődik a megvalósítása, és hát a 24-27-es időszaknak a pályázati felhívásai most kezdenek kijönni, azokra pedig készülünk, az még nyilván nem tartalmazza ez a tájékoztató anyag, hanem majd elnyert pályázat esetében, illetve látható, hogy emellett még LEADER forrásból megvalósítás alatt álló projektünk is van, hazai forrású projektjeink is vannak, tehát nagyon körültekintő és alapos munkát végeznek a kollégák ebben a témában, és valóban az EFOP-os pályázathoz kapcsolódóan láthattuk azt, hogy a pandémia egy olyan helyzetet okozott, amivel nem sikerült maradéktalanul megvalósítani azokat a tevékenységeket, amelyeket 2020-ra, illetve 2021-re betervezett az önkormányzat. Ugye az iskolában, iskolához kötődik legfőképpen ez a projekt, és célszerűnek tűnik határidő hosszabbítást kérni a május 1-i időponthoz képest. Ha úgy tudunk végigmenni az éven, ahogy magunk mögött láthattuk, hogy a nyári hónapok alkalmassá teszik a helyzetet arra, hogy fel tudjuk használni a forrást, akkor emiatt is. Köszönöm szépen, amennyiben nincs hozzá kérdés, hozzászólás, akkor a határozati javaslatot szeretném szavazásra feltenni. 16 darab projekthez kapcsolódóan a projekt előrehaladásról szóló tájékoztató elfogadására, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezni, szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontot. Következő 7. napirendi pontunk önkormányzati hozzájárulás a praxisjog adásvételéhez. Aljegyző urat szeretném felkérni a napirendi pont ismertetésére.
Köszönöm szépen. A nádudvari 2-es számú fogorvosi körzetben praktizáló dr. Püsök Kocsis Erzsébet kereste meg az önkormányzatot az imád, hogy a praxis jog adásvételével kapcsolatban hozzájárulást adjon számára. Doktornő, praxis jogár dr. Koch Krisztián György részére kívánja eladni, átruházni, és amennyiben a praxis jog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv, a járási hivatal népegészségügyi osztálya ezt lehetővé teszi, akkor megkötik az adásvételi szerződést, amiután ez a szerv kiállítja a praxis engedélyt, és dr. úr tervek szerint 2022. március 1-én praxisokkal rendelkező fogorvos fog praktizálni Nádudvaron. Amennyiben ez a folyamat végig megy, akkor a képviselőtestületnek még egy feladata lesz, a jelenleg hatályos feladatellátási szerződést módosítani kell, mert a jogszabályi előírások szerint a feladatellátási szerződésben meg kell jelölni a személyes ellátási kötelezettség érintettjét, amely azt jelenti, hogy a fogorvos személye módosul dr. Püsök Kocsis Erzsébetről, majd dr. Koch Krisztián Györgyre. Köszönöm. Köszönöm szépen. A napirendi pontot tárgyalt az Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi Bizottság. Elnök urat szeretném megkérni a bizottsági javaslat ismertetésére. Köszönöm a szót. Az Egészségügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, és egyhangban elfogadta, illetve elfogadásra javasolta. Bízunk benne, hogy a megadott időpontig márciusig megérkeznek a szakhatósági engedélyek, és a doktorról el tudja kezdeni a rendelés Nádudvaron. Ehhez a munkához kívánunk jó egészséget is. Sok erőt a doktor Krisztián. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Képviselőkhöz forduló kérdés, hozzászólás, javaslat kapcsán. Képviselő asszony! Tudom, hogy ez praxis adásvételével egy ilyen formális a testületnek a hozzájárulása, azonban én mégis hiányolom, hogy legalább az új fogorvos vagy a tulajdonos, nem tudom, hogy fog-e majd dolgozni, vagy legalább személyesen most bemutatkozott volna itt a testület előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bizonyára lesz alkalma neki. Értesítettük őket erről az időpontról egyébként. Igen, és a kialakult gyakorlat szerint, bocsánat, a feladat, köszönöm szépen, a helyi kialakult gyakorlat szerint a feladatellátási szerződés módosításának tárgyalásakor szokott itt lenni az orvos a tisztelt képviselőtestület előtt. Addig az előkészítő munka az a bizottságok, a hivatal, illetőleg polgármester asszony által koordináltan zajlik, és doktor úr már bemutatkozott, azonban sajnos a mai időpont nem volt neki alkalmas. Annyit még szeretnék kiegészítésként hozzátenni, hogy ismereteink szerint doktor úr már praktizál Nádudvaron, jelenlegi tevékenységét az úgynevezett helyettesítés keretében látja el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kell, képviselő. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a 2-es számú fogorvosi körzet a Kossuth téri rendelőt érinti-e? És hogy a rendelésben, tehát a helyszínében lesz-e változás, vagy ugyanígy fog történni, hogy azon a helyszínen a rendelés vagy? Ugyanazon a helyszínen történik a rendelés. Kérdés, hozzászólás, egyéb. Én találkoztam doktor úrral, illetve ügyvezető úrral, és valóban, ahogy a jegyző úr mondja, amikor lezajlanak ezek a hivatalos procedúrák a praxis jog körül, illetve a feladatellátási szerződés módosítása idejét mindenképpen úgy rendezzük, hogy doktor úrat a képviselőtestület is megismerhesse, erre most akadályozhatása miatt nem volt alkalma. Köszönöm szépen! Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, akkor a határozati javaslatot
szavazásra teszem fel. A határozati javaslat három részből áll. Nádudvarváros önkormányzat képviselőtestülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 2-es törvény 2/A paragrafusa alapján hozzá erről ahhoz, hogy dr. Püsök Kocsis Erzsébet a Nádudvari 2-es számú fogorvosi körzet praxis jogát eladja dr. Koch Krisztián György részére. 2-es, amennyiben a praxis jog engedélyezésre jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleménye ezt lehetővé teszi, a praxis jog igazolt megszerzését követően Nádudvarváros önkormányzata a Nádudvari 2-es számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására a Green Logistics Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést módosítja. Felkéri a képviselőtestület Macik Erika a polgármestert, hogy a döntéséről értesítse dr. Püsök Kocsis Erzsébetet és Székely Zoltánt, a Green Logistics Kft. Ügyvezetőjét. Kérem, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kész felemeléssel jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontot. Nyílt ülésünk utolsó napirendi pontjához érkeztünk, ez pedig döntés a START 2022. évi közfoglalkoztatási programokról. Dr. Ásné Dr. Berke Gabriella irodavezető asszony kérném fel a napirendi pont ismertetésére. Köszönöm a szót. Minden évben november és december hónapban történik a következő évi közfoglalkoztatási programok tervezése. Ekkor kell az önkormányzatnak dönteni arról, hogy mely programokat kíván indítani, illetve folytatni a következő évben. Nádudvaron az elmúlt évek kialakult gyakorlatának megfelelően mezőgazdasági program, szociális program, helyi sajátosságok és betonelemgyártás program működött, és ezen programokat tervezi az önkormányzat a következő évben is folytatni. 75 fő kerülne foglalkoztatásra a következő évben, ez az elmúlt évi, illetve az idei évi foglalkoztatáshoz képest 6 fővel kevesebb. A létszám megosztás pedig úgy alakulna, hogy a mezőgazdasági programban 37, a helyi sajátosság programban 5, a szociális programban pedig 33 fő kerülne foglalkoztatásra, ebből 4 fő munkavezető és 2 adminisztrátor. Ezen posztokon is csökkenés van, hiszen ebben az évben 8 munkavezető és 3 adminisztrátor volt, de a munkahelyi központ az október 31-i feltöltöttségi adatok alapján közli ki azon létszámot, amely létszám kereten belül lehet tervezni a következő évben, így most így néz ki a következő évi programoknak a létszámadata. Elhangzott bizottságülésen egy olyan kérdés, hogy milyen összegben tervezzük a bért. A bruttó bér 85 ezer forint, a segédmunkások esetében a munkavezetők vonatkozásában pedig 93.525 forint. Köszönöm szépen, bizottsági véleményt kérnék szépen. Bizottságunk tárgyalta, elfogadta, egyetértést támogatja, azzal a kiegészítéssel a határozati javaslatot, mely szerint a 3-as programban módosításra kerülne sor, a helyi sajátosságok járdavak és betonelemek gyártása helyett a helyi sajátosságok vesző betonelem gyártás lenne a határozati javaslatban, tehát egyetértünk, támogatjuk és elfogadásra javasoljuk a tisztelt képviselőtestületnek. Köszönöm szépen! Képviselőkhöz forduló kérdés, vélemény, javaslat. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, amely szerint Nádudvarváros önkormányzat képviselőtestülete egyetért és támogatja, hogy a belügyminisztérium által finanszírozott START közfoglalkoztatási programok közül a 2022. évre vonatkozóan Nádudvarváros önkormányzata mezőgazdaság, szociális program és a módosításnak megfelelően helyi sajátosságok, betonelemgyártás, közfoglalkoztatási programokra nyújtson be pályázatot. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a START közfoglalkoztatási pályázatok kötelező tartalmi elemekkel történő benyújtásáról határidőben gondoskodjon. Kérem, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, a módosítással együtt kész felemeléssel jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag 9 szavazattal elfogadtuk a napi rendi pontot. A mai testületi ülésünknek a
napirendi pontjaihoz, amelyeket nyílt ülésen tárgyaltunk, végéhez értünk. Ugyanakkor akinek valamilyen kérdése, hozzászólása akár a napirendi pontokhoz azon kívül, az kérem most tegye fel. Képviselőasszony. Szeretném megkérdezni, hogy az év folyamán tartunk-e még testületülés, és hogy lesz-e közben hallgatás? Köszönöm a kérdést, hogyha nem hallotta, nem volt hallható, akkor, hogy az év folyamán lesz-e testületi ülés, igen lesz, december 16-án, és közmeghallgatással egybekötve. A közmeghallgatás során, mivel most a jelenlegi járványügyi helyzet egyébként ezt lehetővé teszi, a személyes közmeghallgatástól nem tekintenénk el, ugyanakkor ismételten lehetőséget szeretnénk biztosítani az írásos közmeghallgatásra, tehát ami az elmúlt évben amilyen módon bonyolítottuk, a kérdéseket írásban is várjuk, és az akkor kialakult rend szerint az újságban fogjuk megjelentetni a ráadott válaszokat, de a személyes közmeghallgatás legalábbis jelenlegi tudásunk és a járványügyi szabályoknak megfelelően szeretnénk személyesen megtartani, igen. Amennyiben nincs további kérdés, akkor a testületi ülés nyílt részét lezárom, és rátérnénk a zárt ülés napi rendi pontjára.